Jó napot kívánok, én dr. Kovács Jóra vagyok, a Kirkó Szabályetem vezetője. Emlékezzünk vissza arra, mit mondott Szokratész. Szokratész azt mondta, hogy saját magadhoz úgy viszonyulj, mint a legjobb barátodhoz. Na most, ebből kiindulva gondolkozunk el egy kicsit az önsajnálaton. Hogyha a legjobb barátunk bajban van, kevés a pénze, vagy rosszul megy a sorsa, vagy a munkahelyen rossz, vagy rossz az egészsége, akkor sajnáljuk? Nem. Akkor együtt érzünk vele, oda megyünk hozzá, és segítünk. Megpróbáljuk őt kirángatni a csávából, kirángatni a gödörből, kirángatni a rossz szituációból, amiben belekerült. Nem sajnálgatjuk, mert ha sajnálgatjuk, azzal nem érünk el semmit, akkor nem segítünk neki. Tehát ezért inkább együtt érzünk, és együtt cselekszünk vele, hogy kimásszon ebből a rossz szituációból. Tehát nekünk ugyanúgy kell viszonyulni saját magunkhoz, mint a legjobb barátunkhoz, tehát nem sajnálgatni kell saját magunkat, miközben köpködünk az egész világra, hanem inkább meg kell nézni, hogy hol rontottuk el, miért kerültük ilyen mélyre, és nagyon fontos elfogadni ezt a szituációt, amiben most vagyunk, bármiről is szól. Amíg nem tudjuk elfogadni a szituációt, amiben vagyunk, addig nem tudunk belőle kikecmeregni. Itt van például ez a rettentes szituáció a mai Covid vírussal, ami vagy van, vagy nincs, önökre bízom a megítélését, de hát sokak szerint nincs, ezt tudjuk. De vannak a rettentes intézkedések, amikor családok százezreit szakítják el egymástól, kénytelenek egymás nélkül élni, ha látni akarják egymást, akkor x időre be kell vonulniuk mindenféle karanténba, vagy mindenféle teszteket kell elviselniük. Tehát ez mind-mind megalázza az embert, magát, a homo sapiens-t megalázza, de hát nem tudunk mit csinálni. Tehát amíg ezek az emberek nem fogadják el ezt a rossz szituációt, amiben ma élünk, addig ők sem tudnak mit csinálni. Majd amikor elfogadják, hogy nem akkor megyek át a határon, amikor nekem kell, vagy amikor szeretném látni a rokonaimat, majd ha ezt elfogadják, akkor valamit ki tudnak találni. Hát nem az, hogy átrepül a határon, mert ugye nem szabad, hanem ki tudják találni, hogy akkor most nem látom a rokonaimat egy darabig. Na tehát ott van az internet, lehet Zoomon beszélgetni vele, lehet telefonálni, lehet ezt, lehet azt, sok mindent lehet. Tehát, és akkor ezt most elviselem, és a felszabadult időmben pedig megpróbálok tanulni. Tehát nagyon sok embert majd ez a szituáció még keményebben arra fog kényszeríteni sajnos, hogy otthon maradjon. De hát akkor itt is ne az önsajnálattal foglalkozzunk, hogy milyen szerencsétlen vagyok, nem láthatom a rokonomat, a kedvesemet, a szerelmemet, az anyámat, az apámat, a gyerekemet, stb. Ehhez inkább próbáljunk meg elfogadni a szituációt, hiszen mégse börtönben ülünk, hanem valahol vagyunk egy országban, ahol tudunk ténykedni, tudunk olvasni, tudunk művelődni, tudunk járni a Kirkó Szabályetem online tanfolyamaira, ahol megint csak nagyon sokat tudunk tanulni, vagy bármilyen más tanfolyamokra, ahol sokat tudunk tanulni. Használjuk fel a szabadidőnket, ha durvul a helyzet, mindenkinek sok szabadideje lesz, használjuk fel, hogy tanuljunk, higgyék el, hogy utána ezt még majd fel tudják használni. Tehát nem arra kell felhasználni a nem ajándékba kapott, hanem ránk erőltetett szabadidőt, hogy szenvedjünk, sajnáljuk saját magunkat, hanem hogy tanuljunk, fejlődjünk, hiszen az ember célja a fejlődés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.